Csoma Botond képviselőházi frakcióvezető lett az RMDS új szóvívője, miután Hegedűs Csilla lemondott tisztségéről. Az új szóvívő hangsúlyozta, eddig is szoros kapcsolatot ápolt a sajtóval, és részéről ennek ezután sem lesz akadálya. Hegedűs Csilla lemondása után Csoma Botondot, az RMDS képviselőházi frakció vezetőjét kérte fel szóvivőnek Kelemen Hunor, szövetségi elnök, aki elfogadta a felkérést. A frakció vezető elmondta, eddig is szoros kapcsolatot ápolt úgy a magyar, mint a román sajtóval, és a jövőbeli közreműködésnek sem lesz akadálya a részéről. Eddig is sokat kommunikáltam, sokat jártam tévébe, Bukarestben, de nem csak Bukarestben. Eddig is egy élő kapcsolatom volt a román és magyar sajtóval. Ezután is ezt szeretném, hogy egy közvetlen kapcsolat legyen, elérhető leszek, tudjam közvetíteni az RMDS álláspontját különböző kérdésekben. Azt szeretném, hogyha egy szoros kapcsolatot tudnék ápolni a sajtóval, de szerintem ez könnyen fog menni legalábbis a részemről, mert eddig is ezt tettem. Az RMDS közleménye szerint az elmúlt 4 év tapasztalatai azt mutatják, hogy a szóvivői szerep gazdagította a kommunikációt a magyar közösséggel és a közösséget tájékoztató sajtóval. Csoma Botond hiteles, nagy munkabírású, tapasztalt politikus, fogalmazott Kelemen Hunor szövetségi elnök a felkérést követően. Hozzátette, a szövetség képviselőházi frakciójának vezetőjeként eddig is szószóló volt Bukarestben a román tévékben és Erdélyben a magyar nyelvű médiában, ezért otthonosan mozog Bukarestben, ismeri a román újságírókat, ugyanakkor régóta aktív kapcsolatban áll az erdélyi magyar sajtóval is.